Üdvözlünk mindenkit mai webináriumunk, amelynek témája a vasbeton födöm és faltervezés tűzhatásra lesz. Én Dobrovacki Ádám vagyok, én fogom a mai webinárt tartani, háttérben pedig kollégám dr. Gálmi Mózen próbál meg a kérdésekre válaszolni. Ha összetettebb kérdés van, akkor e-mailben válaszolunk mindenféleképpen a kérdésekre. Csapjunk is bele, Eurókód összefoglaló, általános EC 1990 alapján összhangban. Két fő szabvány ezen kívül, ami ehhez a részhez vonatkozik, az az MSZN 1991-1-2, tűznek kitett szerkezeteket érő hatások, ez maga a hatás. Az MSZN 1992-1-2 pedig a betonszerkezetek tervezése tűzhatása, tehát ez a két szabvány határozza meg leginkább a munkánkat, amikor födémet, falat szeretnénk leellenőrizni tűzhatásra. Az Eurókod 3 tervezési módszert, vagy utat kínál a vasbeton szerkezeti elemek számításához tűz esetén. Az egyik a táblázatos adatok alapján, a következő az egyszerűsített számítási módszer, a harmadik pedig a részletes számítási módszer. A táblázatos adatok alkalmazhatósága korlátozott. Mind a keresztmetszetek, mind a tűznek való kitettség tekintetében, mind vasalás kialakítás, mind a szerkezeti viselkedés tekintetében korlátozott. A részletes számítási módszerhez vonatkozó szabványrész pedig alapvetően hiányos, csak általános megkötéseket, kritériumokat ír le, így a FEM Design az egyszerű számítási módszert használja, az oszlopok, gerendák, falak és födémek ellenőrzéséhez is. Tehát a mai itt elhangzottak nagy része alapvetően födém és fala téma, de ugyanúgy gerendákra és oszlopokra is igaz. És akkor nézzük is a egyszerűsített számítási módszereket, amelyek az egyszerűsített számítási módszereken belül a B melléklet között B mellékletben közli a szabvány a két fajta választható számítási eljárást, az egyik az úgynevezett 500 Celsius fokos izotermák módszere, a másik pedig a zónák módszere, mind a kettő implementálásra került a programon, tehát lehet választani, hogy melyiket szeretné használni a felhasználó. Erre későbbiek folyamán részletesebben vissza fogunk térni. Maga a koncepció, amin alapszik az egész számítás. A tűzhatás vagy hőhatás azonos a fa vagy acélrudakkal összevetve, azonban a megvalósítás koncepciója merőben különbözik az ott alkalmazottól. Előbbiek esetében a tervezés során olyan szigetelést kell találni a tűzveszélyes oldalakra, amely biztosítja, hogy a szerkezet a tűz szükséges időtartamára megfeleljen, teherbírási követelményeknek. A betonszerkezeteknél a szabvány megközelítése ezzel ellentétben, hogy a tűz időtartamának végén szükséges ellenőrizni, hogy a sérült szerkezeti elem még elegendő teherbíró képességgel rendelkezik-e, figyelembe véve a keresztmetszeti méretek és az anyagtulajdonságok változását, csökkenését. Ebből következően az acél és farudakkal ellentétben, ahol a tervezési elem a szigetelés, a betonrudaknál továbbra is a vasalás marad. Ezen logikát követve a rudvasalás és lemezvasalás számítási paramétereit tűzvédelmi tervezési paraméterekkel kerültek kiegészítésre, tehát alapvetően a számítási paraméterek közé kerültek implementálásra, képen látható, egy új tabot kaptak az általános rész mellett, és ott tudjuk a tűz tervezéshez kapcsolódó beállításokat elvégezni. És hogy még egyszer általánosabban, tehát a fánál és az acélrudaknál magát a szigetelést tervezzük, hogy mekkora, milyen vastagságú szükséges, hogy megfeleljen a vasbetonrúdnál pedig, hogy a tűz hatására kialakult csökkentett keresztmetszete például megfelelnek-e a
az adott szerkezeti elemeink. Hőmérséklet eloszlás. A tervezés lényege, hogy meghatározzuk a keresztmetszet hőmérsékleti eloszlását, és ez alapján kapjuk meg a csökkentett vastagságot és anyagtulajdonságokat. Ezen alapul mind a két egyszerűsített eljárás. Így módon ezt követően a megszokott általános tervezési ellenőrzést lehet végezni a hely tűzveszélyességének ellenőrzésére. A hőmérséklet eloszlás számításhoz szükséges hőhatásokat az EC 91.1.2 harmadik szakasza tartalmazza, amely leírja a nettó hőáramot konvekción és sugárzáson keresztül a tűznek kitett, tehát a tűznek kitett felületeken a standard tűzgörbék alapján. Ahhoz, hogy a keresztmetszeten belüli hőmérsékleteloszlást meghatározzuk, a FEM Design egy nem lineáris, tranziens, véges elemes hővezetési számítást hajt végre, explicit időintegrálással. Mivel a numerikus számításhoz explicit megoldót használunk, elengedhetetlen az időlépés paraméter helyes kiválasztása. Itt az előző ábrán látható piros kiemeléssel lehet látni ezt a paramétert. Mind a megoldó numerikus stabilitását, mind a megoldás pontosságát befolyásolja az időlépés nem megfelelő kiválasztása. A számítási eljárás előtt a FEM Design kiszámítja a probléma kritikus időlépését, figyelembe véve a szobahőmérsékletet, és a numerikus stabilitás érdekében a kritikus és a kért közül a kisebbet választja. Mivel a kritikus időlépés időben változhat, kiszámítása viszont időigényes, ezért a FEM Design csak az elején számítja ki. Így a megoldás divergenciája továbbra is előfordulhat, ilyenkor viszont kisebb időlépéssel újraindul a számítás, tehát egy figyelmeztető üzenet után automatikusan újraindul, hogyha nem konvergálna mégse. Úgy állítottuk be az időlépést. A számításhoz a program előállítja a keresztmetszet véges elemes hálóját, ez látszódott az előző tián. Itt lehet állítani a skálával, hogy milyen sűrűségű hálót szeretnénk, hogy alkalmazzon a program. Ha betipáljuk, akkor fogja mutatni, hogyha nem, akkor pedig a jobb oldali módon. Tapasztalataink szerint mérnöki szempontból a közepes sűrűség a legtöbb esetben megfelelő pontosságot biztosít. Érdekesség, hogy általában a nagyobb háló sűrűség alacsonyabb kritikus időlépéshez vezet. Így a szükséges számítási idő exponenciálisan növekszik sűrűbb háló esetén. Födémeknél és falaknál a tűznek kitett keresztmetszeti oldalaknál háromféle peremfeltétel határozható meg a héj felső és alsó felületén. Ez itt a jobb oldali részen látható, ez a tűz ikon, amikor tűzre van beállítva. Tehát itt három típusra lehet ezt beállítani, tűz, tehát tűzzel kitett, szabad, az a középső, és szigetelés. Talán a szabad nem a legegyértelműbb. A szabad oldal azt jelenti, hogy a számításban ott egy állandó hőmérséklet van, 20 fok szobahőmérséklettel. És akkor térjünk is át a zóna módszerre először részletesebben. A szabvány szerinti zóna módszer pontosabb, különösen oszlopoknál, bár csak téglalap alakú keresztmetszeteknél alkalmazható. A valóságban, mivel a hőmérséklet a keresztmetszet minden pontján eltérő lehet, a betonanyag modell is pontonként eltérő. Ez a módszer azt javasolja, hogy vegyük a keresztmetszet leghidegebb pontját, referencia hőmérséklet, és csökkentjük az eredeti keresztmetszet méreteit úgy, hogy ez a csökkentett keresztmetszet állandó betonanyaggal, referencia hőmérséklet alapján, egyenértékű vagy megegyező legyen eredeti, változó betonanyagú keresztmetszettel. Ennek a károsodott résznek, amit elhanyagolunk, a kiszámításához a keresztmetszetet 20 zónára osztja fel a program. Tehát innen is kapta ez az egész eljárás a nevét, hogy zóna módszer. Tehát, hogy 20 zónára osztja fel a program. És minden zónára meg kell határozni az átlaghőmérsékletet. Ezeket a lefutatott hőmérséklet eloszlás számítás alapján veszi a program, tehát ahogy láttuk az előző képen,
ki van számolva az egész keresztmetszetnek a hőmérséklet eloszlása. Így a zónákban meg lehet határozni az átlaghőmérsékleteket. A hőmérsékletek alapján meghatározza a zónánkénti csökkentő tényezőket, ezek a KC-k. Igen, és utána gerendák és födémek esetében a B12 képletnél, oszlopok falak esetében pedig a B13 képlet alapján kiszámolja a program a károsodott zónának a nagyságát. És ezt a keresztmetszet részt a későbbiekben figyelmen kívül hagyjuk. A többi megmaradó keresztmetszet rész pedig a csökkentett anyag tulajdonságokkal használjuk. A szabvány, igen, itt még annyi, hogy a baloldali részen itt látható a KC csökkentő tényezőkre egy szabványos görbe fölül, hogy a zóna és az 500 Celsius fokos izoterma közül hol lehet váltani. A szabvány javasolt anyagmodelljének módosított változatát alkalmazzuk, tehát itt láthatók a bal oldalt, az általános, a jobb oldalt pedig a mi általunk alkalmazott anyagmodellek. A leszálló ágat nem vesszük figyelembe a biztonság javára, hogy elkerüljük a numerikus instabilitásokat a keresztmetszeten belüli nem lineáris feszültségeloszlás számítás során. Mivel a tűz nélküli általános szükséges vasalás számítása a téglalap alakú beton anyagmodell alapján történik, ezért a szabvány javasolt anyagmodelljének módosított változatát alkalmazzuk. Először is hasonlóan a vasbeton rudakhoz a leszállóágat nem vesszük figyelembe, másodszor a parabolikusan redukált anyagmodellt téglalap alakúvá alakítjuk, oly módon, hogy a terület, a maximális alakváltozás és a csökkentett nyomószilárdság változatlan maradjon. Ezért is van kiszínezve az ábrán a két, tehát a görbék azért vannak kiszínezve, hogy a kiszínezett részek azoknak a területe megegyezik. Betonacélok esetében a szabvány redukált anyagmodelljét is át kell alakítani, ez az alsó ábra, a képen látható módon. A területnek szintén meg kell egyeznie, így egy lineárisan rugalmas, tökéletesen képlékeny anyagmodellt használunk. 500 Celsius fokos izoterma alapgondolata pedig az, hogy az 500 Celsius foknál nagyobb hőmérsékletű keresztmetszeti részeket, károsodott részeknek tekintjük, azokat eltávolítjuk a keresztmetszetből, és a maradó keresztmetszet pedig az eredeti szobahőmérsékletű beton tulajdonságokkal modellezhető. És még az megjegyzendő, hogy a betonacél modellezéséhez viszont mindkét módszer ugyanazt a redukált anyagmodellt használja, a képen látható alsót. És akkor nézzük meg, hogy ez a valóságban, magában a programban egy tervezési folyamat során ez hogy történik, mit kell csinálni ahhoz, hogy ezt az ellenőrzést elvégezzük. Első körben megnyitjuk egy modellt, ahol már elvégeztük a tervezést, egyedül a tűz tervezésre való ellenőrzés hiányzik. Így van. Az első lépés az, hogy a terhek tabon
új terhelési esetet definiálunk, aminek a típusába kiválasztjuk a tűz típust. Tehát kell egy terhelési eset, és utána kell egy olyan teherkombináció, amibe elhelyezzük ezt a terhelési esetet, valamint rendkívüli típusra állítjuk. Most az egyszerűség kedvéért, viszont nézzük meg azt a folyamatot, ahogy a valóságban leggyakrabban használják ezt. Tehát csináljunk egy tervezési csoportot, aminek rendkívüli típust állítunk be, el is nevezzük tűznek, és ebbe elhelyezzük magát a terhelési esetet. És ezután a programra bízzuk, és legeneráltatjuk vele a kombinációkat. Kiválasztjuk, hogy mely terhelési esetek kell kombináljon egyáltalán a program, utána a jobb oldalt pedig kiválasztjuk egyedül a rendkívüli típust. Leokézzük, és akkor láthatjuk, hogy ebbe az egyszerű minta modellbe, most ezt az egyetlen egy ter kombinációt, ezt legenerálta. Rendben. Tehát első körbe kellett egy terhelési eset, aminél tűz típust állítunk be, és utána egy olyan kombináció, amely rendkívüli típus, és benne van ez a terhelési eset. Ezek után a vasbeton részre lépve első körbe lefuttatjuk a teherkombinációkat. A számítási paramétereknél, ha lekérjük a födémet, és ez az általános rész, ahol az ekvivalens vasmennyiséget és az egyéb beállításokat meg tudjuk tenni, erről átmegyünk a tűzbeállításra, akkor itt tudjuk a különböző beton tulajdonságokhoz, vasalás tulajdonságokhoz és a hőhatáshoz tartozó beállításokat elvégezni. Itt, amit mindenféleképpen minden egyes tervezés során be kell állítani, az az időtartam, hogy hány percnek szeretnénk megfeleltetni a szerkezetünket, mondjuk egy erei 90 esetén ez mondjuk 90 perc, kiválasztjuk a hőmérsékleti görbét, ez hogyha szeretnénk, akkor standardon hagyjuk, de lehetséges szénhidrogént és külsőt is alkalmazni, valamint az időlépést. A jobb oldali részen pedig a hálót magát tudjuk ritkítani, sűríteni. Jobb fölül pedig ki tudjuk választani, hogy a korábban mutatott zóna vagy 500 Celsius fokos izoterma módszer közül szeretnénk választani. A módszer alatt még egy külön beállítás látható, ez vasbeton falaknál lényeges, hogy a kihajlás számítást azt elvégezze a program erre a csökkentett keresztmetszetes teherkombinációkra. Hogyha igen, bekapcsoljuk, és van olyan falunk, amelyikre beállítottunk kihajlási hozt, akkor ezt elvégzi a program, mindjárt erre is fogunk nézni egy példát. Most födémről lévén szó, ezt nem állítjuk be, választunk mondjuk egy zóna módszert. Oké. Ja, és még egy, hogy itt a jobb középső részen tudjuk beállítani a tűznek kitettséget, hogy oldalanként. Például van mondjuk egy födémünk, ami alulról ég, fölülről egy elég vastag hőszigetelés, meg plusz ajzatbeton, egyéb rétegek vannak rajta, azt mondjuk szigeteltnek tekintjük, akkor ez így állítható be.
Leokézzük, és ezután, hogyha elvégezzük az ellenőrzéseket, tehát lefuttatjuk az ellenőrzést, itt az a gyors felugró ablak az volt a hő eloszlásnak a számítása, akkor utána láthatjuk az eredményeket a modelltérben, vagy a részletes eredmények között is. Első körben nézzük meg a modelltérbe, itt a jobb oldalt a vasbetonhé hosszvasanás, ezen belül nézzünk mondjuk egy X felső szükséges vasmennyiséget, külön lehetőség van megnézni a teherbírási kombinációk maximumára, valamint külön lehetőség van a rendkívüli kombinációknak a maximumára megtekinteni a szükséges vasmennyiség eredményeket. Ez ugyanúgy ehhez hasonlóan működik az többi egyéb eredménynél is. Hogyha bemegyünk a részletes eredményekbe, egy tetszőleges pontot válasszunk ki, mondjuk ennek az oszlopnak a tetejét, akkor amennyiben, hogyha éppen a rendkívüli kombináció a mértékadó, akkor már most is látnánk, hogy mi változik a megszokotthoz képest, hogyha nem az a mértékadó, akkor pedig, hogyha átváltunk, akkor láthatjuk, hogy mik a bemenő paraméterek a tűztervezés során, milyen tulajdonságokat alkalmaztunk, 90 percet, standard idő, hőmérséklet görbét, milyen kitettségeket, valamint itt tudjuk megnézni, hogy mekkora lett a károsodott zónának a vastagsága, amit figyelmen kívül hagy a program. Ha rajta hagyjuk az egeret, akkor meg tudjuk nézni, hogy az adott keresztmetszetben tetszőleges ponton mekkora hőmérsékletek alakulnak ki. Ezután láthatjuk a beton és a vasalásnak az anyag tulajdonságait. Igen, itt a betonnál látható maga a kezdeti szobahőmérsékletű C30/37, itt pedig a csökkentett anyag tulajdonság. Itt szintén a csökkentett vasalási tulajdonságok láthatók táblázatosan. Itt mondjuk a FYD-t tekintve tudjuk látni, hogy 500 helyett már csak 418 megapaszkal. És ezek után, ezekkel a csökkentett keresztmetszeti és anyagtulajdonságokkal elvégezzük a korábbi, már megszokott, ismert ellenőrzéseket, valamint a végén egy kihasználtsági ábrát. Nézzünk még rá egy falas példát, hogyha szeretnénk fal kihajlástnál figyelembe venni a tűztervezést, vagyis hát, hogy egy falnál szeretnénk a tűz hatásra is ellenőrizni. Ezt azért mentsük el. Igen, nyissuk meg. Ez egy egyszerű példa. A terheknél ugyanúgy generálunk egy tüzet, vagyis hogy definiálunk tüzes típust, oké, lerakunk egy olyan kombinációt, ami rendkívüli legyen, és legyen benne a tűz is, és ezután a vasbeton részen számítási paramétereknél állítsuk be azt, ez mondjuk legyen 500 Celsius fok izotermás, és azt, hogy a kihajlásra ellenőrizze. Nézzük meg, hogy be van-e állítva a kihajlási hossz. Be van. És akkor ezek után elvégzi a program az ellenőrzést. Hogyha hasonló módon kérünk egy
Részletes eredményt. Itt látszik, hogy már maga a tízes kombináció mértékadó azért volt fönt rögtön a belépés után, és utána a héj kihajlásnál meg lehet nézni a kiválasztott módszer alapján, hogy elvégezte a csökkentett keresztmetszetekre is az ellenőrzést. Ezt itt a kicsi fogaskereknél lehet beállítani, hogy névleges görbületet vagy merevséget szeretnénk a kihajlás vizsgálatnál számolni. És ennek köszönhetően nem vagyunk bekorlátozva, tetszőlegesen tudjuk leellenőrizni a fedémeinket, falainkat tűzre, tűzhatásra, gerendát, oszlopot hasonló módon. Az 500 Celsius fokos izoterma módszernek köszönhetően még tetszőleges keresztmetszetre is. Tehát nem kell téglalap legyen, körre, ugyanúgy működik, valamint tetszőleges krumpli alakú keresztmetszetre is. Ennyi lett volna, nagyon szépen köszönjük a figyelmet, és várjuk szeretettel mindenkit a következő webináriumunkra is.